Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Sikeres időszakra számítanak. Már tervezik a megyében a következő uniós pályázati ciklust. Idei rekord született. Egy nap alatt 211 új fertőzöttet regisztráltak Békés megyében. Éledezik a természet. A tavasz érkezésével Pósteleken is megjelentek az erdei békák petecsomói. Az övhasználatot ellenőrizték. Pár nap alatt 152 esetben intézkedtek a rendőrök Békésben. Folytatódik a levéltár sorozata. Sáfár Gyula a Reisner féle gyufagyár épületéről, fejlődéséről beszélt. Már tervezik a következő uniós pályázati ciklust. Ehhez nyert 225 millió forintos támogatást a Békés Megyei Önkormányzat. Az érintettek abban bíznak, hogy a legutóbbihoz hasonlóan ez is sikeres időszak lesz. Ez a nap híre. Javában zajlik Békés megyében a 2021-2027-es Európai Uniós pályázati ciklus tervezések kidolgozása. A feladat koordinálását az előző évekhez hasonlóan a megyei önkormányzat végzi. A térség települései kiemelt fontosságú fejlesztési forrásokhoz juthatnak hozzá, ezért számukra különösen nagy jelentőséggel bír az előttünk álló időszak. A legutóbbi ciklusban Békés megyében csak a terület- és településfejlesztési operatív program révén közel 72 milliárd forintot használtak fel fejlesztésekre. Már megkezdődött a következő 7 év tervezése, a megyei önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, és 225 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatáshoz jutott. Ez a forrás a Széchenyi 2020 program keretében jöhetett létre, a kormány ugyanis célul tűzte ki a tervezési időszakhoz kapcsolódó előkészítési tevékenységek támogatását. Ebben a ciklusban pedig, a 21-27-es uniós ciklusban az előkészítő munka az zajlik, és a területfejlesztési koncepciót, az egyik alapdokumentumát a következő programnak már elfogadta az önkormányzatunk, és véleményezése éppen most zárult le a Békés megyei területfejlesztési programnak. Hamarosan, reményeink szerint még ebben a fél évben meg fognak jelenni azok az újabb pályázati felhívások, amelyekre a települések beadhatják az igényeiket. Az ország számára és kiemelten Békés megye számára is nagyon fontos időszak. Kovács József országgyűlési képviselő az uniós pályázatokkal kapcsolatban elmondta, az előttünk álló ciklusban a gazdaság újraindítása, fejlesztése és a stabilitás létrehozása lesz a legfontosabb feladat. Hozzátette, Magyarországnak minél hamarabb vissza kell kerülnie arra a fejlesztési pályára, ahol 2019-ben tartott. Sikerült a brüsszeli tárgyalásokon egy olyan összegszerűséget megállapítani a magyar kormánynak, ami nagyon-nagyon sokat fog a gazdasági fejlesztésen lendíteni. Hogy ez miért nagyon fontos? Azért nagyon lényeges, mert ez a járványidőszak azt az óriási lendületet, amiben a gazdasági növekedésben mi voltunk, például a Covid-járvány kitörése előtt, ahol tulajdonképpen mindenképpen Európa, de majdnem világelsők közé toztunk a gazdasági fejlődés tekintetében, hát ugye rengeteg autógyára, rengeteg beruházás, minden Gyulán itt van az Airbusnak a beruházása, de az országban mindenütt szinte történnek ilyenek. Ez nyilvánvaló jelentette egy megtorponást. A következő években több önerős útfelújítás is várható Békés megyében, mely fejlesztések szintén hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéshez. 211 új esettel idei rekordot döntött a napi fertőzöttek száma pénteken. A járvány elleni hatékony küzdelem érdekében húsvétig maradnak a korlátozások. Továbbra is súlyos a járványhelyzet. Békés megyében idei rekordot döntött a napi fertőzött szám. A 211 új esettel 15.238-ra emelkedett a megyei betegek egy éve nyilvántartott száma. Országosan egy nap alatt 10.759-en lett több fertőzött. Elhunyt 213, többségében idős, krónikus beteg. Több mint 10.000 ember tápolnak kórházban, közülük 1.174-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már közel 1,5 millió ember kapta meg legalább az első adag vakcinát. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A következő napokra ehhez a házi orvosoknak átlagosan 10 ember oltására elegendő AstraZeneca vakcina jut. További 44 idős ember tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Sputnik és Pfizer oltóanyagok vannak. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk. Jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Ezért a kormány március 22-től újabb egy héttel meghosszabbította a jelenlegi korlátozásokat. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, az újranyitást akkor tudjuk megkezdeni, ha 2,5 millió ember be lesz oltva. A tavasz érkezésével többek között Pósteleken is megjelentek az erdei békák petecsomói. Egy séta során találkozhatunk ibolyával, barázdabillegetővel, vagy akár harkályfélékkel is. Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen nagy jelentősége lehet egy olyan kis vizes élőhelynek, mint ami Pósteleken található. A természetes tavak, vízállások még több lehetőséget adnak azoknak a kétértűeknek, melyeknek a szaporodása nem képzelhető el víz nélkül. A kétértűek életük első szakaszában kizárólag a vízben tudnak fejlődni, és hogyha ez hiányzik, akkor ezek az állatok eltűnnek. Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerület vezető elmondta, különbözőképpen szokás megítélni a békákat. Vannak, akik gusztustalannak, de ezek az állatok is az ökoszisztéma szerves részét képzik. Tavasszal öröm, amikor meglátjuk az első békákat, gőtéket. A hideg idő miatt eltűntek, de a Pósteleken található tó már tele van az erdei békák petecsomóival. Van a korábbi és később megjelenő békafajok, a mocsári béka az, amelyek már jég alatt is násztevékenységbe kezd, nem foglalkozik azzal, hogy még a víz 0 fok körül van, ő már aktívá válik, és utána szépen sorba jönnek a többiek is. Az erdei békának azért ez a jeges időszak nem nagyon kedvez, de hát már plusz tartományban van a hőmérsékletük, ilyenkor már előjönnek, de amikor van ilyen hirtelen időjárási visszaesés, azért ők is, ugye változó testhőmérsékletű állatról lévén szó, az élettevékenységük lelassul, lomhákká válnak, igyekeznek ilyenkor a ragadozók számára láthatatlanok lenni, elbújnak, de a nagyjából 2 héttel ezelőtti meleg időszakot jelzi az, hogy egyszer már neki rugaszkodtak ennek a tavasznak, és hát a petecsomók is erről tanúskodnak. A Pósteleki kastélyparkban már megjelent néhány növényfaj virága. Ez a napsütéses órák számának növekedésének és az idő melegebbre fordulásának köszönhető. Ezek a növények általában a gyökerükben a talajszint alatt hatalmas egy tápanyag mennyiséget raktároznak, úgynevezett geofitonok ezek, tehát a föld alatti túlélésre rendezkednek be, és ebből az energiatartalékból ők viszonylag gyorsan tudnak virágba borulni. És ráadásul ezek olyan fajok is, mondjuk az odvaskeltike, amit itt körülöttünk is látható, sőt, hát hamarosan virágszőnyegbe borítja az egész erdőt, kifejezetten olyan növény, ami ezt a nagyon kora tavaszi napfényt használja, amikor még nincsen a fákon lomb, a nap besüt az erdő alá, és mire a fák kilombosodnak, árnyék borítja majd az erdő alját, addig ezek már el is virágoznak, a beporzás megtörtént, és nyugalomban várják a következő tavaszt. Az ibolya az év első virágai közé tartozik, a tavaszt hirdeti. A természetjárók mindenhez kötnek valamit, így az ibolyához köthető a barázdabillegetők megérkezése, valamint a kucsmagombák megjelenése. Hogyha Pósteleken sétálunk, akkor a fészkelési időszak előtt találkozhatunk a harkályfélék családjába tartozó középfakopáncsal is. Egy egyhetes, európai szintű közlekedési ellenőrzési akcióban Békés megyében a rendőrök 134 járművezetőnél és 18 utasnál tapasztalták, hogy nem kapcsolták be a biztonsági övet. Emellett 4 alkalommal gyermekbiztonsági rendszer, egy esetben pedig bukósisak használatának elmulasztása miatt intézkedtek. Március 8-a és 14-e között tartottak egy európai szintű közlekedési ellenőrzési akciót, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Fokozott figyelmet fordítottak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak előírásszerű használatának ellenőrzésére. Természetesen mindent vizsgáltak a kollégáink, mint egy általános közúti ellenőrzésnél, de most a fókuszban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használata voltak. Békés megyében a kollégáim ennek az akciónak a keretén belül 134 járművezetőnél és 18 utasnál tapasztalták azt, hogy sajnos nem kapcsolták be a biztonsági övüket. Ennek egyébként kiemelt jelentősége lenne, hiszen természetesen nem állítjuk azt, hogy aki használja a biztonsági övet, nem fog megsérülni, viszont az ténykérdés, hogy ez a passzív biztonsági eszköz csökkentheti egy baleset esetén a sérülések súlyosságát. Tehát lényeges, hogy használják. Illetve vannak olyan járművezetők, akik azt mondják, hogy őket majd a légzsák megvédi. Nos, a légzsákot úgy tervezték, hogy a biztonsági övvel együtt kell használni, tehát csak akkor igazán hatékonyak. A Békés megyei rendőrfőkapitányság munkatársai minden alkalommal felhívják a járművezetők figyelmét, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen a biztonsági övet kötelező használni. 4 alkalommal gyermekbiztonsági rendszer, egy esetben pedig bukós sisak elmulasztása miatt intézkedtek a rendőrök. Mindkettő hasonlóképpen veszélyes szabálytalanság, mint ahogyan a biztonsági övnél mondtam. A gyermekbiztonsági rendszer használatát azt hiszem, hogy nem is kell magyarázni, hiszen hogyha egy gyermek úgy utazik egy személygépkocsiban, hogy nem a számára az életkora szerint, illetve a magassága szerint kialakított ülésben ül, akkor egy hirtelen fékezéskor is olyan erőhatás éri, hogy nem tud megkapaszkodni, és egy baleset esetén vagy ütközésnél pedig súlyos életveszélyes sérülést szenvedhet. Tehát mindenképpen erre nagyon figyeljünk, és ezért is tartsuk be a szabályt. A bukósisak használatának is különös jelentősége van. Egy kisebb esésnél is érheti olyan ütés a motorvezetőjének fejét, amitől akár életveszélyes állapotba is kerülhet. A biztonsági övek és a motorsisakok esetében is fontos, hogy jól kapcsoljuk be ezeket. A Békés megyei rendőrfőkapitányság munkatársai azt kérik, hogy mindenki közlekedjen szabályosan azért, hogy mindenki hazaérjen. Folytatódik a levéltár a Mi Otthonunk, a Mi Történeteink elnevezésű sorozata. Ez alkalommal Sáfár Gyula megbízott igazgató a Reisner féle gyufagyár épületéről, fejlődéséről beszélt, mely a Gyulahús Békesugárúti telkén helyezkedett el. Ma már csak a Békesugárúton található Bagolyvár őrzi az emlékét az egykor a Gyulahús telephelyén létesített gyufagyárnak. A gyufagyártás már az 1870-es évek második felében megindult Gyulán. A gyár korai működéséről kevés iratanyag maradt fent, a korabeli sajtóból azonban megtudhatjuk, hogy a gyár termékét már az 1879-es székesfehérvári országos kiállításon érdeméremmel tüntették ki, valamint azt is, hogy az üzem termékeinek védjegye a lángoló mécses volt. A gyufagyár Reisner Emmanuel vezetése alatt a 19.-20. század fordulóján élte virágkorát, 1900-ban pedig országos hírnévre tett szert a Tanítók Háza gyufával. Az ötvös alap indította ezt a Tanítók Házát, volt egy internátusuk Budapesten, és Kolozsváron szerettek volna egy másikat nyitni, és erre kaptak pénzt, az országgyűlés megszavazott rá pénzt, viszont a bentlakó diákoknak az elhelyezését azt úgy kívánták megoldani, hogy akkor a szerződést kötöttek a Reisner Emmanuellel, és hirdette ezt a Tanítók Háza gyufát, és bizonyos, azt hiszem 15%, a bevételből 15%-ot megkapott ez az alap. A gyár épületét a megnövekedett forgalommal és népszerűséggel arányosan folyamatosan bővítették, valamint egyre modernebb gőzgépeket szereltek be. Ebben az időszakban közel 200-an dolgoztak a gyufagyárban. Szintén ekkor építették a ma is látható Bagolyvárat, melyben feltehetőleg Reisner Emmanuel fia lakott családjával. 1927-ben a Szikra Magyar Gyújtógyárak vásárolta meg a gyárat a Reisnerektől, majd 2 évvel később a Magyar Általános Gyufaipari RT bérelte ki a Szikra gyár épületét. A gyufagyár végül 1939-ben zárt be végleg. Felszámolása után az épületet Stéber András vette meg, aki itt rendezte be húsüzemét, és a szükséges átépítések után 1940 körül a termelést is megindította. Akkor ilyen átalakításokba kezdett, és úgy a 41-42-ben, úgyhogy az épület tehát a gyufagyári épület az úgy attól kezdve teljesen megváltozott. Ugye ilyen húsipari üzemek vették át a helyét, aztán az 50-es meg a 70-es években többször bővítették, átépítették, úgyhogy mára már csak a Bagolyvárnak nevezett épület maradt, amit 1906-7-ben építettek, vagy épült, és Reisner Artúr gyufagyáros lakott ott a feleségével. A gyufagyár több évtizedes működése során több halálos kimenetelő tűzeset is történt, melyről Sáfár Gyula Értékőrző című műsorunkban bővebben is beszámolt. De szó esik a Reisner család történetéről, hogyan vált a gyulavári születésű izraelita lisztkereskedő leszármazottjából Gyula egyik legsikeresebb iparosává. 5 évvel ezelőtt adták át a Gyulai Almási Kastély látogatóközpontot. Rövid hírek következnek. Az alábbi képsorok még 2014-ben az Almási Kastély alapkőletételénél készültek. Az épület 2 éven át tartó felújítása 2,4 milliárd forintba került. Többségében uniós forrásból valósult meg, amelyet az önkormányzat is kiegészített. Ezek a felvételek pedig pontosan 5 évvel ezelőtt, 2016. március 18-án a látogatóközpont átadó ünnepségén készültek. Az egykori főúri épületben állandó kiállítást, időszaki kiállítóteret, toronykilátót, valamint kávézót és ajándékboltot alakítottak ki. A látogatószám az előzetes várakozást már a nyitást követő első évben felülmúlta. Tavaly a pandémiás helyzetben csupán 43 000 vendég érkezett a kastélyba, a fél évtized alatt azonban több mint 361 000-en fordultak meg a kiállítóhelyen. Fekete Dombi Ildikó ügyvezető kiemelte, közel 100 szakemberekből álló csoport is ellátogatott a kastélyba az évek során, akik a különböző interaktív elemek kialakításával kapcsolatban kértek tanácsot. Ez egyértelmű elismerése a látogatóközpontban dolgozók mindennapi munkájának. A nyitás óta eltelt 5 év alatt számos díjjal jutalmazták az Almási kastélyt. Többek között 2017-ben a példaadó műemlék felújításáért járó Ikomos díjat nyert el, 2018-ban pedig bekerült az év Európai Múzeuma díj 40 jelöltje közé. 2019-ben az Európai Kastélyszállodák Szövetsége örökség és élménydíját nyerte el a kastély. Ebben az évben a Stefánia szárny felújítási munkálatainak elkészültét követően jelentősen bővül a kastély szolgáltatásainak köre. A remények szerint azonban ebben az Európai Uniós pénzügyi ciklusban sor kerülhet a Szigeterőd projekt támogatására, melynek alapfeltétele volt a kastély kivitelezése. A látogatóközpont a koronavírus járványra való tekintettel ebben az évben az online térben ünnepli születésnapját. A Gyula Televízión a híradó után az Almási kastélyról készült összeállítást láthatják, pénteken Értékörző című műsorunkban pedig Görgényi Ernő polgármester felidézi a kivitelezéshez vezető utat, Fekete Dombi Ildikó ügyvezető pedig az elmúlt 5 évben zajló munkát, eredményeket értékeli. Csütörtökön 98 új esettel 15.027-re emelkedett a Békés megyei koronavírus fertőzöttek tavaly március óta regisztrált száma. Térségünk még mindig az ország jobb helyzetben lévő megyei közé tartozik. A térképen bordóval, pirossal és narancssárgával jelöltekben a legrosszabb a helyzet. Egy nap alatt országosan 6.502 az új megbetegedettek száma. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 539.080 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta közel 540 000-en fertőződtek meg. Elhunyt, sajnálatos napi rekordot jelentő 207 többségében idős krónikus beteg. Jelenleg több mint 10 000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, több mint 1/10 lélegeztetőgépen van. Folyamatosan zajlik az oltás is. Már több mint 1.440.000-en kapták meg legalább az első adagot. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van legelől a sorban. A következő napokra ehhez a házi orvosoknak átlagosan 10 ember oltására elég AstraZeneca vakcina jut, további 44 időset tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Sputnik és Pfizer oltóanyagok vannak. A kormány számításai szerint júniusig, vagy akár már májusban is elérhető a teljes átoltottság. Nagy öröm a számunkra, tulajdonképpen már 1 éve várjuk, hiszen az Eukarisztikus Kongresszus már tavaly meg kellett, hogy történjen. A jelenlegi járványügyi helyzet kihatása volt az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus megszervezésére, melyet 2020-ban kellett volna megrendezni Budapesten. Idén is tervben van az esemény lebonyolítása. Ferenc pápa Magyarországra látogat, és részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 12-i zárószentmiséjén. A Szentatya március elején Irakban tett látogatást, ahonnan hazatérőben március 8-án a repülőgépen az újságírókkal beszélgetve a következőket mondta. Most mennem kell Magyarországra a kongresszus zárómiséjére, de ez nem országlátogatás lesz, hanem csak a misére megyek. Az eseményen a Szeged-Csanádi Egyház megye is képviselteti magát. A tavalyi évben elhalasztott kongresszust a tervek szerint idén szeptember 5-e és 12-e között rendezik meg Budapesten. A katolikus egyház az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztust hirdető és ünneplő egyhetes kongresszust általában 4 évente rendezi meg. Magyarország másodszor ad otthont az eseménynek. Az 1938. májusában Budapesten tartott 34. Eukarisztikus Világkongresszus zárómiséjén a Hősök terén 500 000 hívő vett részt. Kovács Péter kiemelte, lelkileg mindenképpen megerősítés számára, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat. Hangsúlyozta, a pápaság sok feladata és szimbolikája közül az egyik az, hogy az egyház egységét fejezi ki. 2021-ben a NAV 5,4 millió adózónak készítette el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Ehhez segítséget kapnak a vállalkozók, őstermelők és az áfás magánszemélyek is. A dokumentumok a napokban már elérhetővé is váltak a NAV honlapján keresztül, a belépéshez pedig ügyfélkapus regisztrációra lesz szükség. Az adóhatóság információja szerint már több mint 4,2 millióan rendelkeznek elektronikus tárhellyel, így elmondható, hogy sikeresen alakult át az elmúlt években a digitális ügyintézés. Fontos felhívni a figyelmet azoknak az e-SZIA szerinti adózó egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, akik rendelkeznek az adóhivatali nyilvántartásban nem szereplő adatokkal. Számukra mindenképpen szükséges kiegészíteni a tervezetet. Ez az ügyintézés az e-SZIA portálon keresztül a KAU azonosítóval rendelkezők számára otthonról, bármilyen eszközről elintézhető. A személyi jövedelemadó tervezetünk május 20-ai hatállyal válik érvényes bevallásá. Amennyiben szükséges, ezelőtt módosíthatjuk, kiegészíthetjük, valamint rendelkezhetünk adónk 1+1%-áról. Ritka madarat észleltek a Kígyósi Pusztán. Lapszemle következik. Infografikák és fotó pont a születésnapra. A pandémiás helyzetben is igyekszik személyes élményhez juttatni a helyieket az 5. születésnapját ünneplő Gyulai Almási Kastély Látogatóközpont. A Gyulakult azt írta, hogy az infografikákkal a látogatószám emelkedését és egy idővonal segítségével az 5 esztendő legfontosabb eseményeit elevenítik fel. Jól haladnak a munkálatok a fürdőben. A tavaszi nyitásra készülnek Gyopáros fürdőn, írta az Oroscafé. A Városüzemeltetési ZRT munkatársai az ilyenkor megszokott karbantartási feladatokat végzik. Rászorulóknak gyűjtöttek. 5,5 tonna élelmiszert gyűjtött a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a rászorulóknak, írta a Magyar Kurír. A gyűjtéssel a nagycsaládosok mellett azokat támogatják, akiknek életkörülményei a járvány miatt egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltoztak. Igazi ritkaság a Kígyósi Pusztán. Kis liliket fedeztek fel a napokban a Kígyósi Pusztán, írta a kmp.hu. A madár ritkaság egy vonuló vadló csapatban nagy lilikek közé vegyülve került szem elé. Hideg idő várható a hétvégén, szombat hajnalban még fagyos lesz az idő. Napokon át erős lesz a szél, a jövő héten viszont lassú enyhülés kezdődik. Szombaton megerősödő széllel érkezik a hideg front, kisebb esőre készülhetünk. A hőmérséklet az éjszakai -1 fokról délutánra 6 fokig emelkedik. Vasárnap többször kisüt a nap, de még erős lesz a szél. A hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Sikeres időszakra számítanak. Már tervezik a megyében a következő uniós pályázati ciklust. Idei rekord született. Egy nap alatt 211 új fertőzöttet regisztráltak Békés megyében. Éledezik a természet. A tavasz érkezésével Pósteleken is megjelentek az erdei békák petecsomói. Az övhasználatot ellenőrizték. Pár nap alatt 152 esetben intézkedtek a rendőrök Békésben. Folytatódik a levéltár sorozata. Sáfár Gyula a Reisner féle gyufagyár épületéről, fejlődéséről beszélt. A híradót látták, most az értékörző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!